Honnan, kedves urak? Jelentem, hogy túlestem a kihallgatáson. Egy több órás kihallgatási folyamat volt. Különleges körülmények között figyelemmel arra, hogy hang- és képfelvétel készült. Tamás, mondd el, hogy itt 4,5 óra alatt mi történt veled, mert ma azt hittük, hogy nem jössz ki. Hát nem csodálkoztam volna, megmondom őszintén, hogy annyira abszurd az egész eljárás, hogy teljesen benne lett volna a papírban az is, hogy leteszem a cuccot, hogy esetleg azt mondják, hogy a szökés elrejtődés veszélyek, hogy bűnösmérzésre, tehát újabb tüntetésszervezés és újabb közszereplők bírálatára való felhívás veszélye miatt esetleg ugye eredik az előzetes. Csak úgy, mint egyébként, és ez tragikusát teszi. Rendelhetnék, vagy elindíthatnánk, de ugye, mint ebben az épületben található most egy Szekeres Mária, ennek az ügynek az egyik javisítója, aki gyakorlatilag most már több mint 30 napja benne van előzetesben ebben az ügyben. Tehát ez egy olyan képtelen ügy, ahol tényleg minden megtörténhet, és hát ezért fel kell venni a kesztyűt komolyan, de mindenesetre úgy érzem, hogy egy nagyon erős nyomozás megszüntetés indítványban azt tettem a gyanúsítással szemben. Képtelen a gyanúsítás, már önmagában tényleg, is mi ezt, a gyanúsítás? Most mindjárt előveszem a szabad egy másodperc türelmet, mert... Voltak sejtéseink ugyan, hogy mi lesz, de most így is, hogy te már konkrétan tudod. Igen, tehát én magam se hittem szinte a szemben, mert tudtam, hogy ez valami nagyon trükkös dolog lesz, és eleve ugye most ma írunk június 25-én, május 6-én betétpárt lekötése, tehát mondjuk, és engem tanúként ki is hallgattak május 10-én. Tehát ugye ami érdekes az, hogy most mit el lehet ennyi ideig, tehát miért kellett június 16-áig várni azzal, hogy megcsinálják azt az idézést, ami engem nyomstőként ide idéz, ugye? Tehát itt nyilván az ember csak azt tudja mondani, amit el is mondtam, mert is ezzel kezdtem, hogy a panasz előterjesztésen kívül semmi egyéb együttműködést nem kívánok tanúsítani, ez egy politikai koncepciós per, amelynek része ugye a ellenem irányuló mostani gyanúsítás, de ugyanúgy a két korábbi hölgyel szembeni gyanúsítás, többé a földvédők, nemzetvédők, otthonvédőkkel szembeni statáriális, eredendő célzatú eljárás. Tulajdonképpen minden komoly ember, akár ügyvéd, akikkel beszéltem, éppen egy kollégával találkoztam, egy volt ügyfiatársammal, és majd hanyat esetleg, amikor mondta, hogy milyen ügyben gyanúsítanak, vagy akár ügyésszel beszélgetve magánembert, rendőrrel. Eddig nem volt ember, már te is tudod, lényegében jogász szakembernek minősül, aki ne kaptál fel a fejét, hogy Jézus Mária, mi folyik itt az országban. Egyértelmű, hogy berendezett úgy más célra, mint amiről szólt. Tehát... Igen. De lássuk, mi volt a gyanúsítás. Így van, hát a gyanúsítás így van, ez gyakorlatilag nem kevesebb, mint sem, hogy ugye két bűncselekmény felforgását látják annak kapcsán, hogy mitől május 6-án Pásztor megjelenik a tüntetés helyszínén, ahol én ugye egy mikrofonnal elmondom, hogy itt van egy délvidék árulója, és miért teszi ezt, amit tesz, és a véleményünket nyugodtan el lehet mondani neki, hogy hozzá. Na most ez szerintük két bűncselekményre valató felbújtást is jelent. Nehéz volt felbújtani, felbújtóként szereplek a gyanú szerint, mert hogy van egy nyilvánosan csoportosan elkövetett bűnösrendezvényen csoportosan elkövetett barázdaság szerintük. Tehát azáltal, hogy ugye kívül közösségellenesen körbeállták, köpködték, ugye ezáltal barázdálkodtak ugye az emberek, másrészt pedig személyes szabadság megsértése olyas indokból, ugye mert hogy nem engedték tovább menni. Na most ezeket részletesen cáfoltam, meg a felbújtói minőség hiánya is ugye hát egyáltalán megállapítható, de nem kevesebbet mond a gyanúsítás szerinti tényállás, nincsen, hogy én láttam azt, hogy már elkezdi korlátozni Pásztor István személy szabadságát, láttam, hogy az ismeretlenül kívül a közösségenes magatartást tanúsít, és mégis én tovább mondtam kijelentéseimmel, továbbra is felhívtam a részvevőket, hogy menjenek oda, akik ennek nyomán mentek oda, hogy bűnös magatartást tanúsítsanak. Nem tudom, és még azt is láttam állítólag, hogy fizikai ráhatással sértetre támadó jellegű fizikai ráhatást gyakorolnak. Hát nyilván én nem láttam semmi ilyet, ugye, hanem csupán Pásztort láttam meg, és ki is nyomtattam egyébként azt a pont, azt a pár mondatot, amit mondtam, meg a felvételt egy csatoltam, amit ugye Sodi készített, ugye tőle is lefoglalták. Tehát gyakran miről van szó, tehát nincs ilyen bűncselekmény nem követett el senki. Úgynevezett tetleges becsületsértésről lehet elméletileg szó, ha magánindítvány tesz Pásztor István. Ő maga kategorikusan kijelentette akkor, majd június 16-án a meghallgatásán, mert volt ebben a komplexumnak a másik része egy meghallgatása, tanúkihallgatása, a kijelentette, hogy nem kíván magánindítványt tenni. Ez egy úgynevezett tetleges becsületsértés, leköprök valakit, mint egy arcültök valakit, stb. Nincs ilyen. Ugye nyilván ebből fakadva a nyilvános rendezvényen sem lehet elkövetni, de hiszem nem is a rendezvény helyszínén volt, ezt világosan becsatoltam a tüntetés bejelentésnek a helyszínrajzát, hogy nem, ez már kívül esett a bejelentett helyszínen. Akkor ugye
van egy személyes szabadság megsértés, maga a pásztor mondja a június 16-i kihallgatásának a felületen, és látszik, hogy senki nem állja el az útját. Tehát ő maga szinte tyúklépésben megy. Kihúzza a méregfogát ennek az egész dolognak. Persze, maga, hát és ő... már megtörtént a vallomás, és annak ellenére képes... Sőt, hogy annak ellenére, amiatt szerintem, majdnem, hogy amiatt, mert azért a pásztor többször elmondja, hogy a megafonos ember felbiztatására jöttek oda, és hát nyilván a megafonos ember, aki én voltak, ha nem beszél vele a megafonba, ugye a mikrofonba, akkor bizony nem történt volna semmi. Hát most nyilván azt el lehet mondani, hogy lehet, hogy nem történt volna semmi, de bűncselekményre vonatkozó konkrét közvetlen felhívást nem csatoltam. Ráadásul ugye egyik legerősebb védekezésen pont a te ügyedben keletkezett Kunyai ítélet volt, amiben gyönyörűen kifejti a Kunyai István vezette tanács, amiben felmentettek államrendelem bűncselekmény miatt. Gyönyörűen elmondja, hogy mi a feltétel a felhívásnak, hogy a komoly, határozott, egyértelmű felhívásnak kell legyen, célzott cselekményeket is mondják, tárgyát kell megjelölni, tehát nem egységes ebben a formában. Tehát ez is egy fontos érvédekezés. A másik egy megdöbbentő dolog, amit én magam is hozzáadtam már, mégpedig az, hogy a országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény második paragrafusa világosan elmondja, hogy a képviselőt és a volt képviselőt képviselő megbízatása alatt leadott szavazata vagy kifejtett véleménye miatt semmilyen felelősségre vonás nem érheti. És ez nem csak a képviselő aktív, hát ez így van, ez egy klasszikus véleményvállítás volt. Aznap én még képviselő voltam, ugye 12 óra körül jött oda a pásztor, akkor történt a cselekmény, az én állítólag a bűncselekményem, és ebben az időszakban még nem történt meg a hivatalos ugye, megalakulás az országgyűlésnek, zajlott, ez folyamatban volt. Alkotmányok értelmezés szerint ilyenkor a nap 24 órájának végéig a korábbi ciklus képviselője még képviselő. Tehát ez büntethetőséget kizárók, de nyilván mivel bűncselekmények sincsenek, ezért ugye először ezt kell elmondanom, így van, minden érvet elmondtam, tehát se bűncselekmények nincsenek, se felbújtás nincs, sem pedig büntethetőséget, illetve büntethetőséget kizárók meg van jelen esetben. Nyilván kértem azt is csatlakozva, hogy Baj Kálmán védő kolléga a Nemzetközi Szolgálatban látta a védelmemet, hogy természetesen azonnal szüntessék az éves többiekkel szemben is, hiszen ők sem tudnak semmi a bűncselekmény, az felháborító. Azért hagyjam, hogy engem a jogvédőknek rabosítanak, mert a jogvédő akkor jogvédőknek tudja az eljárás minden szakaszát, mert hát ezzel is szembesült az ember egy 100 évvel ezelőtti épület, 100 évvel ezelőtti helységének a 60 évvel ezelőtti berendezési körülményét lehetett megtapasztalni. Festékes kéz, igen, most már sikerült nagyjából. Igen, ez egy nagyon komoly művelet volt, de sikerült végül is ott a kedves kollégákkal. Új lenyomatot vesztek. Új lenyomat, nyálvétel, így van, így van. DNS vétel. Mert... Bocsánat, az 5 év fölött lehet csak. Hát ugye ez 1-től 5 évig terjedő a ugye a garázdaság. Ha eléri az 5 évet, akkor már lehet. Így van, ha eléri az 5-et, akkor már lehet. Úgyhogy bennemek a nyilvánításban, ugye holnap pedig ugye a ügyész, ugye ez a bizonyos nyomozó ügyészek kapcsolatos konfliktuson miatt lesz egy rágalmazási ügynek a folytatatos kihallgatása, ahhoz egy ismét megtörténik ugyanez a dolog. Ugye a gomorra folytva a szót, ez tényleg nagyon mindenképpen megmutatja, hogy tulajdonképpen egy tényleg egy kézilvezérelt eljárásról van szó, hiszen már becsatoltam Ádél János május 9-i nyilatkozatától, a köztársaság elnökként azt mondja, hogy egy szörnyű dolog, hogy mi történt, meg kell büntetni az elkövetőket. Aznap meg is indult a hajtóvadászat, egy csomó tüntetése résztvétel, X-elő, tehát Facebook oldalon tüntetés részvételt jelző ember házára kimentek, vidékre, stb. És ilyen kérdezgettek őket, hogy van-e, történt-e bűncselekmény. Rá is kérdezett az egyik szerencsétlen vidéki ember, hogy ott miért vannak itt? Hát, hogy bűncselekmény után kutasson most. Nem bűncselekmény után kéne kutatni, hanem ugye a bűncselekmény esetén az elkövetőt kézre keríteni. Valahogy kéne bűncselekményt csinálni. Igen, itt ez a szándék, ez a szándék történt. De valami fontos kérdés van, hogy az új BS szerint most már minden gyanúsításnál, pont mikor még kérdésen voltál, akkor volt személyesítás, valamilyen bizonyítékot már mutatni kell. Ez most nem így van? Igen, ez így van, de nem semmilyen bizonyítékot nem mutattak. Tehát gyakorlatilag Mi is követeltetek, hogy mi alapozzák ezt a gyanúsítást? Nyilván a felvételen rendelkeznek, miután ilyen sodítóri a felvételt beszerezték. Mi, aki következtetünk. Én magam nyíltan elében menve becsatoltam azt a felvétel részlet, ami az én mondataimat tartalmazza, a leírt mondataimat tartalmazza. Érdekes van egyébként, hogy ők mire jobb mit hoznak. Hát elég érdekes hangulat, elég feszült hangulatú kihallgatás volt. Egyébként meg lesz a felvételek, és a holnap meg lesz, és nyilvánosságra is fogom hozni. Így van, tehát ez úgy működik, hogy nyilván elsőt kerül be az ember, ahogy el lehet rendelni a BS szerint ugye ezt. Én ezt nem vitattam, viszont azt kértem, hogy... De ők akarták? Ők akarták, már eleve egy olyan esőt bevezettek be,
és megmondom őszintén, hogy azt kértem, hogy én azon egyidejűleg készíthessek felvételt, kizárva a későbbi manipulációt, megsemmisül a felvétel, ismerjük ezt. Két hát főszín rengeteg ilyen volt, erre nem voltak hajlandók, megtiltották a felvétel készítését, és arra sem voltak hajlandók, hogy a tilalkozás végén azonnal kapjam. Tehát most van egy fél napos időtartam, amikor nem tudjuk, hogy mi fog történni. És mire felrendelnek el ilyet? Én is kérdeztem, hogy hát milyen gyakran szokták rá, ez kivételes. Hát mondom, hogy semmi gond, tehát én örülök ennek, tehát kérdést ne essék legalább, mivel sem tudjam hozni. Tehát a most készült jegyzőkönyv... Milyen ismerve mondjuk a műgyünkben Fábián vagy Sósi, hát, valamásság születési körülményei, ez, milyen jó lett volna, ha lett volna. Ez egyébként terhetek érdekét is szolgálja. Így van. Ezért egy ilyen minimalista jegyzőkönyv készül csak el, ugyanúgy azt rögzött, hogy van felvétel minden tartalma, két felvétel is. De hát nem csak lesz, hogy hangvételű volt, hiszen én ugye nem voltam együttműködő tűzottan, ugye mindegy személyfel voltam átkérdezés, stb. Nem tartozik rá, én ezt tartottam fontosnak megemlítem, én Nemzeti Jogi Szolgálat ügyvezetője vagyok, amely szervezet részére a most kihallgatást vezető alezredes nevén nevezem, mert neki bütyörek még fog elkövetkezni, hanem nem, Forró Herriett alezredes volt az, aki nekem megtagadta a válaszadást, amikor hivatalosan megkerestem, annak érdekében, hogy Szekeres Mária gyanúsított az egyik köpéssel gyanúsított hölgyet. Szeretnék jogsegélyt adni neki, és ugye erre megtagadta a válaszadást, segítségadást. Lényegében a megírott levelében, csak amelyik helyzet, hogy tovább a legkeményebb 2006-os időkben is, pont éppen ebben az évben azért volt egyfajta korrekt együttműködés a részéről, tehát kaptunk tájékoztatást, eltűnték, elvitték az utcára, aggódószülők hívtak föl, mi beszóltunk, betelefonáltunk, jogvédőszervezetünk, jogsegélyt szeretnénk adni, igen, nagyjából kiderült, nem hamar mindig, de legalább kiderült. Most tehát, a mondva csinált tüntetés, betiltás, mindenkor hallottam, valakitől, akivel beszélgettem, ami pontra beszélünk, hogy a gyújtsányos időkesen mertek megengedni magunknak ilyen rendőrségét. És még egy kérdésem lenne, hogy azért látva, hogy ez egy piszticsári ügyből felfűnik abszolút ilyen koncepciót, de azért itt nem az a veszély áll fel, hogy téged minden áron be akarnak húzni egy gyanúsításba, ami akár ők is tudják, hogy úgy áll meg majd a bíróságon, nem is érdekli őket, hogy mi lesz a történet folytatáson, mi lesz a sorságunkban, de elmegy két-három évig, és addig esetleg ellened, ennek kapcsán, mint ügyvéd, valami akciót kell kinyitani, hogy az ügyvédségedből, hogy a monostorit is kiforgatták az ügyvédi praxisából. Nem zárom ki, mások azért sem, mert ugye a politikai véleményhajtásokkal kapcsolatban már két kamerai egyenlőre Vissza István és Lopita István négyében, ugye a tárgyalás másik tárgyas közvetlenül elfogultságbíró helyigazgatóval rá kell kezdem a bíró származására, illetve a másik pedig ugye közszereplőként, pont a pásztor eset másnapján, ugye a TV interjúban ugye jeleztem, hogy az ellopánkolosan szokták végezni, illetve ugye a kamarai hivatalos eljárás indítás szerint még az is baj, hogy a hazámnak neveztem pásztor Istvánt, aki a véleményhajtási szabadság legvédettebb része, ugye értékítélet, amit ugye de te abban a minőségedből közszereplő, képviselő, közismert közszereplő, tehát azért ne keverjük már össze, abszolút, azért, mert ügyvéd is vagy. Így van, abszolút. Hogy már ott tartunk, hogy az ügyvéd sem lehet. Nincs ilyen jogszabály, az ügyvédek tényleg hogy képviselő legyen. Próbálják korlátozni, ugye most már ugye azt elérték, hogy aktív ügyvéd ne lehessen képviselő, nyilván azért hozzáteszem nem kis részben, valószínűleg az én munkásságomnak köszönhetően, viszont valóban azt is egyébként látom, reálisan érzékelhető ez. Nyilván mindenkinek megvan a szerepe ugye ebben az egész nemzeti gondolat fenntartásában, tehát én jogvédői munkámban kell dolgozzak a jövőben is. Nyilván ha esetleg akkor valami státuszommal bármi történik, attól még egy felkészült jó képességű magamat jogvédősen tartó jogász vagyok, tehát nem fog élhalni, meg fogom találni a módját, hogy nem menjek, és a videót lássam. De kétség kívül ugye, ennek egy üzenet, általános elrettentő hatása is kíván. Egyébként, hogyha ennek kapcsán is egy fegyelmit lehet indítani, tehát csuklóból nem lehet tényleg kizárni. Nem, hát ugye ez önmagában, ugye most folyik egy büntetőjárás, majd ugye én nagyon bízom épp, hogy az ügyészségnek azt a azonban a munkájában, ami ugye most arról szól, hogy a panaszomat elbírják. Most nyilván tudjuk, hogy 99,9%-ban 99,9%-ban ezt szoktam szóstani, csak itt most új elemek merültek fel, és főleg ugye ez a bizonyos volt képviselői jogállásban elmondott, tehát képviselői jogállásban elmondott vélemény kapcsán valóban objektíve
Tehát ugyanúgy, mint ahogy a védőt a bízói véleményvajtás során nem lehet felelősségbe vonni, ugyanúgy nem lehetne ezt tenni. De mindesetre természetesen tovább megy az eljárás, akkor meg megteszik indítványainkat, és felveszik a tesztjét, hogy csináljuk az eljárás, úgy, mint hogy a Trump is, tehát a tegyeiklásával születtek a kedvező döntések. Addig meg hát nyilván én azt kérem azért mindenkitől, hogy azért felelősen mérlegelje azt, hogy olyan nekem kell-e folyamatosan tüntetéseket szervezni, tehát örülnék, ha azért lennének olyanok, akik hát hogy mondjam, átvennék ezt a feladatot. Ugye volt egy két hónap, én 5 tüntetést szerveztem 2 hónap alatt, Kárpátalján, EU ellen, Földért, stb. Én szeretném a jogvédő munkámat folytatni tovább, inkább hangsúlyosan, és nagyon várom azt, hogy már egyre többen lesznek azok, akik ezt a stafétátukon átveszik, de ugyan majd szüksége volt, szükségük volt a tüntetésekre. Itt viszont hát az adott lesz a tapasztalattal, ugye, hogy magam is ugye gyanúsított lettem, de